Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Tanúkat hallgattak ki Szekszárdon. Három halálos áldozattal járt a tragikus baleset. Székely unokák bálja Bátaszéken. Idén 10 éves a rendezvény. Hagyomány. Kortárs művészek festményeit tekintetik meg az érdeklődők Szekszárdon. Évértékelő. A tavalyi esztendőt összegezte a Dombóvári Vasutas és Atlétikai Szabadidő Egyesület. Tanúkat hallgattak meg a Szekszárdi Járásbíróságon egy 2019-ben történt tragikus baleset ügyében. A traktor vezetője elmondta, hogy a kereszteződés beláthatóságát befolyásoló bokrok és mezőgazdasági takarmánynövények miatt nem látta a közeledő személygépjárművet, így az a traktornak, valamint a pótkocsinak ütközött. Az autóban ülők közül hárman életüket vesztették. A balesetet megelőzően a személyautó a megengedett 70 km/h helyett annál többet közlekedett, valamint a kettő fényszóró helyett egy világított. Az autóban ülők közül senki sem használta a biztonsági övet. A vádlott nem adott elsőbséget a tőle jobbról érkező kocsinak, ennek következtében az autó a jármű szerelvénynek hajtott. A vádlott elmondta, a kereszteződés nehezen belátható a magas növényzet miatt. Onnan a szalvaktorlát is bátorja a látást. Másik oldalra még egy nagy tábla is, egy fák is bátorják a látást. Előtte még állt az autó, engem sem valószínű, hogy van tisztán láthatott. Ennek ellenére a második itt végzett tanulvallomásában azt tudta mondani, hogy a stop táblánál állt, és onnan nézett körbe, és ő látott mindent. Látta, hogy két darab kompitotta jön az autó, de azért érdekes, hogy ekkora sebességgel jön valaki, akkor miért jön tompította? Személyautós sofőrje a megengedett 70 km/h jóval meghaladva közel 120-szal hajtott a mezőgazdasági járműbe és annak vontatmányába. A traktort vezető személy ügyvédje szerint az ügyfele nem hibás, mivel a kukorica miatt nem láthatta a nagy sebességgel érkező kocsit, a takarmányt a baleset után learadták. Jelenleg rendelkezésre álló bizonyítási kísérlet alkalmával jól láthatóan le lett aratva a termés, amire a bizonyítási kísérletet vagy helyszíni szemlét végezték. Fák, bokra ki lettek vágva, tehát jobbra akadálytalanul a stopvonaltól el lehetett látni a Mercedes érkezési irányába. Ez a bizonyítási kísérlet alkalmatlan arra, hogy alátámassza, hogy a vádlott hogyan észlelhette a felé jobbról közeledő Mercedes személyautót. A tanú vallomásában elmondta, a traktor mögött haladt a kereszteződés irányába. Észlelte, hogy világít a szerelvény féklámpája, így ő is lassítani kezdett, majd a csatanásra lett figyelmes. Hozzátette, a nagy sebességgel jövő személyautóból csak a fénycsóvát látta. A karambol után beszélt a segélyhívó diszpécserével, majd a sérültek segítségére sietett. Nehéz volt, igen, nem volt karatiszpózusa, nem volt. A rajta fekvő az egy idősebbnek tűnő, testesebb ember, ő még erősen szuszogott. Őt megpróbáltam leszedni, de nem sikerült, és még kettőt hölet, és ő is meghalt, neki sem volt tovább karotisza. Akkor mentem a közben kiszállt a sofőr, és jajgatott a földön, ott a tifolyt gázolajban, a többiek próbálták arrébb vinni. Szakértők bevonásával folytatódnak a tárgyalások az ügyben. Idén 10. alkalommal tartotta meg a Székely unokák bálját a bátaszéki székelyek baráti köre. Programokkal, tánccal és ételekkel várták a látogatókat. Először 1989-ben tartották meg ezt a rendezvényt, amit 19 éven keresztül folyamatosan megrendeztek.
Ezután 7 év kimaradás következett be, egészen 2015-ig, amikor a jelenlegi szervezők újjáélesztették ezt a hagyományt. 2015. január 31-én kezdtük mi újra, egy generációval később, egy generációval fiatalítottunk, de a vendégkörünk azokból az emberekből indult ki, akik régen is ennek a bálnak részei voltak, illetve az ő leszármazottaikból. A második bált már maguk a szervezők nyitották meg tánccal. Először mindössze 3 pár lépett fel, idénre azonban már meghaladta 15 főt ez a szám. A Székely Unokák tánccsoport azonban nem csak felnőtt tagokból áll, a gyermekek táncra tanítása is fontos a csoport számára. 2016 őszén végén kezdtük el a munkát, összesen 3 párral, és a rövid távú cél az ez volt, hogy akkor tanuljunk meg egy valamilyen kis bukovinai koreográfiát, hogy a bál megnyitón azt el tudják táncolni. De ez annyira sikeres volt, és annyira fellelkesültek az egyesületi tagok, hogy ezután többen is csatlakoztak a csoporthoz, így egyre bővülve a létszám jelenleg egy olyan 8-10 vagy akár 12 párral dolgozunk már. Azóta gyermekcsoportunk is van. A köztes korosztály még hiányzik, de majd reméljük, hogy sikerül egyre jobban betömni a réseket. A Székely Unokák bálja sok látogatót vonz, többen évek óta visszajárnak a rendezvényre. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke első bálozónak számít ezen a rendezvényen, azonban már most kiemelte a program jelentőségét és a tradíciók megtartásának fontosságát. Különösen ugye már a neve sokat mondó, hiszen unokákról szól, és úgy gondolom, hogy ennél felemelőbb, magasztosabb dolgot nem is lehet kitalálni, hiszen erről szól az életünk, hogy átadjuk ezeket az értékeinket, kultúránkat, amelyeket kaptunk mi is, és ez fontos, hogy egyfajta tényleg ilyen elgondolásból egy bál keretén belül a fiatalok, a gyerekek, az unokák is részesülhetnek. Én azt mondom, hogy ezt mindenképpen folytatni kell, és nagyon jó elképzelés. A résztvevők a székelyek által galuskának nevezett töltött káposztát kóstolhatták meg a rendezvényen. Minden évben mi töltjük a káposztát. Hát ilyen, attól függ hányan vagyunk, ilyen 600 és 800 gombóc között szoktunk tölteni. Ilyenkor összejövünk a székelyházba, és akkor elkészítjük ezt a káposztát, amit felszolgálunk vacsorára. Jövőre is várnak mindenkit a szervezők, akik érdeklődnek a székely hagyományok iránt. Most rövid híreink következnek. 70 éves lett a szekszárdi Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola. Az alkalomból az intézmény Facebook oldalán 70 napon át jelentkezik tematikus fotóválogatással. Az első bejegyzés témája a tankonyha, iskolájuk egyik legfontosabb helyszíne. Azt írták, remélik, hogy volt és jelenlegi diákjaik, kollégáik, partnereik szívesen nosztalgiáznak a képválogatással. Mintegy 3,3 millió 2023-ra váltott éves autópálya matrica érvényessége jár le 2024. január 31-én éjfélkor. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT. Adataik szerint az utazóközönség a tavaly decemberi előértékesítés keretében és idén január 28-ig valamivel több mint 1,3 millió éves e-matricát vásárolt, aminek 28%-a országos, 72%-a pedig vármegyei jogosultság. Ez azt mutatja, hogy a 2023-ra vásárolt éves matrica mennyiség 60%-át még nem vették meg a közlekedők az idei évre. A tapasztalatok szerint ezek megvásárlását nagyon sokan hagyják január utolsó napjaira. A Magyar Művészeti Akadémia tagjai tartottak festménykiállítást Szekszárdon. Az esemény kurátora Baki Péter Munkácsi Mihály díjas festőművész volt. Neves, kortárs festők művei tekinthetik meg az érdeklődők Szekszárdon a Művészetek Házában. A tárlat a hagyomány címet kapta. Ennek egyik oka, hogy a szervezők azt szeretnék, hogy a különböző okokból megszakadt 3 évenkénti országos festészeti kiállítás folytatódjon. Másrészt a Magyar Művészeti Akadémia együttműködésével egy olyan kiállítás sorozat életre hívása is a cél, mely a festészet hagyományos, konzervatív technikáival alkot. A mai világban nem lehet
leválasztani, elválni a bizonyos világ tendenciáktól. Vannak művészek, akik ezt abszolút módon azonnal fel tudják dolgozni, illetve át tudnak állni. Vannak művészek, akik lassabban maradnak a konzervatívabb technikáknál, de azt azért tudomásul kell venni, hogy ez a fajta, tehát a festőművészet, a képzőművészet Isten igazából olyan nagyon nem változott. Baki Péter hozzátette, a képzőművészet egyre inkább kezd tudománnyá válni, hiszen egy alkotónak sok mindent meg kell tanulnia, át kell olvasnia és át kell élnie ahhoz, hogy ilyen minőségű munkák szülessenek. Pirk László Merre indulnak útjaink című 2018-ban készített művét tekintheti meg a közönség, melyet Olaszországban tett utazása, azon belül is egy helyi kisváros, Amalfi inspirált. A hegy oldalában alul egy patak befolyik a tengerbe, tengerből, és a házak úgy kúsznak fel a hegyre, hogy nincs külön ház, hanem összeolvadnak a házak, és a házak között különböző lépcsők, különböző utak mennek szinte labirintusszerűen. A kiállításra a tervek szerint 3 évente kerülne sor a Művészetek Házában a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának közreműködésével. A tárlat 2024. március 23-ig vasárnap és hétfő kivételével délelőtt 10 és délután 5 óra között látogatható, a belépés díjtalan. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Az LMP törvényi úton szabályozná a települések teherforgalmi behajtási rendszerét, mondta Csárdi Antal, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese. Közlése szerint javaslatuk egyértelmű felhatalmazást adna az önkormányzatoknak a megfelelő díjszabályozás befizetésére, megoldva az ezzel összefüggésben felmerülő problémákat. A díjfizetésnek fontos szabályozó szerepe van, általa lehet elérni, hogy a megfelelő időben, a legalacsonyabb mértékben, a lehető legkisebb forgalmat generálva valósuljon meg a teherautós áruszállítás. 26. alkalommal rendezték meg a labdarúgó Zrínyi kupát az U13-as korosztály számára, melyen a szekszárdi UFC 2 gárdája is megmérettette magát. Az Ágics Péter által vezetett U12-es csapat a 3. helyen végzett, míg a Balog István által irányított U13-as alakulat az 1. helyet szerezte meg. A szekszárdi Gyöngyösi Gergő lett a gólkirály 5 találattal, Demény Zsombort pedig a legjobb játékosnak választották. A mozgás évéhez kapcsolódva sportszakemberek, szakértők és orvosok bevonásával készül az a stratégia, amely minél több magyart hozzásegít a rendszeres mozgáshoz és ezáltal az egészséges életmódhoz, jelentette be Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár. A Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetsége 2019-ben alakult azzal a céllal, hogy minél fejlettebbé tegyék a hazai szabadidősportos rendezvényeket. Az akkori 27 alapítóból álló taglétszám mára csak nem 100-ra emelkedett. A Dombóvári Vasutas és Atlétikai Szabadidő Egyesület 2005-ben 18 fő alapító taggal jött létre. A szervezet évértékelőt tartott Dombóváron. A Dombóvári Vasutas és Atlétikai Szabadidő Egyesület hagyományosan megtartott évzáró eseményen értékelték az előző évi teljesítményeket, a befektetett munkát, és jutalmazták a legjobb sportolókat. Egyesületünkben ugye több csoportot működtetünk, különböző korosztályos versenyeken veszünk részt, mind területi, mind országos versenyeken is. Az idejében is, vagy hát a 23-as évben is elmondhatjuk, hogy van országos bajnokunk, Lakatos Lam Bence személyében, aki magasugrásban lett korosztályos országos bajnok, ami nagy büszkeség számunkra, hiszen így az egyesület a sort nem megszakítva már több éven keresztül országos bajnokot ad, és ezzel is alátámasztjuk a munkánkat. Az elnök hozzátette, atlétáik a területi versenyeken is részt vesznek, ahol rendszeresen dobogós helyezéseket szereznek. Az előkészítő csoportot Halmainé Horváth Katalin volt atléta vezeti, heti több alkalommal edzenek. Megünnepeljük, ugye lezárjuk az évet, egy kicsit értékeljük az eredményeinket, kapnak díjakat a legügyesebbek,
aztán elbúcsúztatjuk az újonc kis sportolóinkat, akik ugye a versenyzőkorúak lesznek, és van egy kis pizzázás és egy közös időtöltés. A sprinter ugró dobószakág edzője Tar Imre, a futóké pedig Fazekas Gáspár. Dombóváron az atlétika sportág hivatalos formában 1927-ben nyert teret. Az évzáró eseményen számos elismerést kiosztottak. A szervezők elmondták, remélik, a 2024-es év is sportsikerekben gazdag lesz Dombóvár számára. Regionális híreink következnek. Sztrájk, elégséges szolgáltatás. Ritkábban jártak a pécsi buszok két napig. A fejlődés útján. Számos sikeres beruházással büszkélkedhet Balaton Bogdár. Szexért, pénzért, lakás? Perre ment a meggyanúsított pécsi képviselő. Sztrájkot hirdetett január 28-ára és 29-ére a Tükebusznál működő Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet. A pécsi tömegközlekedési cégnél erre a két napra összeállították az elégséges szolgáltatáshoz szükséges menetrendet. Ez alapján közlekedtek a helyi járatok a városban. Erről kérdeztük az utazókat. Buszos sztrájkra ébredtek a pécsiek hétfőn. A helyi közlekedés mellett a távolsági járatok is ritkábban indultak. Reggel a volán sztrájk okozott kellemetlenséget ennek a nőnek. Szívességet tettem volna egy néninek, aki Ózdra utazott volna, és nem tudtuk megoldani, mert a 10 óra 30-as budapesti járat kimaradt. Stábunktól tudta meg, hogy a helyi közlekedésben is sztrájkolnak a buszvezetők. A helyiek, és nem tudom, azt most fogom kipróbálni, mert a munkahelyemre megyek, ha bejutok, hanem akkor gyalog kell mennem. Van ilyen? A pécsi sofőrök legalább 20%-os alapórabér emelést akarnak erre az évre elérni, ezért kezdtek a figyelemfelhívó akcióba. Hát figyeljen mindenki, úgy van vele, hogy pénz, 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 és nyilvánvaló, hogy ők is azért próbálnak küzdeni megélhetésükért a jobb létért. Ez az utas megértő volt. Egyrészt megértem őket, igen, nekünk egy kicsit kellemetlen, de hát mások is sztrájkolnak, tehát ezt el kell fogadni, hogy ez van. Ez a férfi azt mondja, hiába maradnak ki járatok, azért lehet közlekedni a buszokkal. Jól jönnek, hát nyilván ritkában, de hát ez természetes, és sztrájknál ez természetes. El kell fogadni. Szerinte általában nem a béremelés, hanem annak kitermelése a nehezebb feladat. Egy harmaddal emelték a fizetéseket és a nyugdíjakat. Félek is, hogy a kormány ebbe megbicsapik. Ez is izgalmas kérdés, mert ugye dolgozni kell, pénzt elő kell valahol állítani, hogy kifizessük ezeket a pénzeket. Nagyon összetett dolog, nagyon izgalmas dolog. A Tükebusznak a sztrájk idejére is biztosítani kell az elégséges szolgáltatást, ezért olyan menetrendet állítottak össze vasárnapra és hétfőre, ahol bizonyos járatok kimaradtak. Azonban ez nem sikerült minden esetben, mondja a munkabeszüntetést meghirdető szakszervezet helyi vezetője. Sajtóközleményben az volt olvasható, hogy 521 járat maradt ki az 1884-ből. A hétfő, tehát az a január 29-i hétfői napon. Többen megszámolták, és ők 4-40-et számoltak, de hozzáteszem azt, hogy ide jött hozzám reklamálni egy hölgy. Kiderült, hogy a kimaradó járatok között egy nincs föltüntetve, tehát az biztos, hogy nem volt föltüntetve a menetrendben, tehát a Biocom oldalán, a Tükebusz honlapján nem volt fönt, hogy kimaradó járatként fog szerepelni. Viszont a sofőrnél, meg a forgalmistánál ki volt húzva a járat. A cégnél működő másik szakszervezet nem támogatta a sztrájkot, sőt, az elnökük a szabadnapján is bejött dolgozni, mondja Raposa Gábor. Ők sztrájktörők, ők megcsinálják a kimaradó járatokat, és a másik szakszervezet arra búzdít, hogy végezzék el a járatokat, illetve ugye Hofecker Ferenc is még a vasárnapi napon is bejött dolgozni, hogy megcsináljon olyan járatot, ami kimaradt volna, holott ő osztott, akkor hétvégén nem is dolgozott volna. Azonban személyes összetűzés, atrocitás nem volt a két szakszervezet tagjai között, mondta a szaksz helyi vezetője. Hétfő éjfélkor ér véget a pécsi buszos sztrájk, kedd reggel pedig újra tárgyal a munkáltatóval a béremelésről a szakszervezeti oldal. Az elmúlt években több, mint 4 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Balatonbogdáron.
Tavaly adták át a város egyik legjelentősebb turisztikai beruházását, a Magasösvényt a gömbkilátó szomszédságában. Balatonbogláron törekednek arra, hogy a település ne csak a nyári időszakban, a turisztikai főszezonban legyen vonzó. A fejlesztések célja, hogy egész évben tudjanak kikapcsolódási lehetőséget biztosítani az ideérkezőknek. A Várdombon tavaly új turisztikai beruházást adtak át, azt a Magasösvényt és Padlóösvényt, amely a gömbkilátóhoz vezet. A beruházás a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával, valamint helyi önkormányzati forrásból több mint 440 millió forintból valósult meg. A gömbkilátó népszerűségét mutatja, hogy 2023-ban 154 ezer látogató váltott ide jegyet, a Magasösvényt pedig 100 ezeren keresték fel fél év alatt. Ezekről a helyekről minden évszakban pazar-balatoni panoráma tárul a turisták elé. A március 15-től vagyunk mindig január elejéig nyitva, és azért is tesszük, hiszen azt gondoljuk, hogy nem csak a nyár a Balaton, hanem nagyon szép, és én személy szerint nagyon szerettem az április-májust, és nagyon szép egyébként a szeptember-október is. A második világháború alatt a Lengyelországból menekültek számára egy iskola működött Balatonbogláron. Az intézmény egyedülálló volt akkor Európában. A Lengyel-Magyar Barátság háza később a város kultúrháza lett. Az épület 2020-ban kívülbelül teljesen megújult és korszerűsödött, megőrizve a lengyel emlékeket is. Itt lehet bált is tartani, színházi előadásokat is tartani, tehát ahogy egy korszerű művelődési ház, úgy használjuk a színháztermet, ami ilyen funkciót éppen igényel az adott rendezvény. Ezen kívül mellettünk van a kisterem, ami kimondottan egy kisebb rendezvényekre, tehát előadásokra, filmklubra, ilyesmire szoktuk használni, beépített vetítővászonnal, hangtechnikával rendelkezik. Ezen kívül van még egy kis klubtermünk, ahol kimondottan ilyen kis létszámú oktatást tartunk, illetve amit ugye negyedikként számoltam, az a gyönyörű 700 férőhelyes szabadtéri színpad. Utóbbi ad otthont nyaranta a kultkikötő kulturális programjainak Balatonbogláron. A koronavírus, valamint az energiaválság ellenére nagyívű fejlődési pályát futott be az elmúlt években Balatonboglár. Több mint 3 milliárd forint kormányzati és uniós támogatást tudtak felhasználni a város szépítésére. Emellett saját forrásból is segítették a beruházásokat, így összesen közel 4 milliárd forint összértékű fejlesztés valósult meg Bogláron. A Magasösvény mellett a 6 helyi szabad strand megújítását 1 milliárd forinttal segítette a Magyar Turisztikai Ügynökség. Topos forrásból 815 millió forintból korszerűsödött a kultúrház, ha a nagy beruházásokat említjük. Boglár mindig több lábon állt, a turizmus az egyik fontossága a város fejlesztésének és megélhetésének, de itt van még a borászatok, a szőlő és a bor nemzetközi városa is vagyunk, illetve egy szolgáltatási központ, de alapvetően azért az emberek nagy része turizmusból él, ez már így van évtizedek óta, tehát a turisztikai fejlesztések nagyon fontosak a város életében. Az út és járda felújítás megvalósítására a belügyminisztériumi és saját forrásból 250 millió forintot tudtak fordítani Balatonbogláron. Példaértékű, ahogy a város vezetése együttműködik a helyi vállalkozókkal. Az érdek az közös. Nyilván minél több ember, minél tartalmasabban, aktívabban tudja eltölteni azt az időt, amit Boglára szán. Az attrakciókra szükség van, és éppen ezért különös figyelmet fordítottak a Platánstrand fejlesztésére, a Platánstrand környékének fejlesztésére, illetve a gömbkilátó környékén most már egy olyan attrakció komplexum jött létre a kalandparkkal és a Magasösvénnyel, amely önmagában a Balaton vízétől és az időjárástól függetlenül is rengeteg vendéget tud ide csábítani. A településen minden szolgáltatás elérhető. A bölcsődétől a középiskoláig tervezhetnek itt a családok, valamint korszerű egészségközpont is működik. A vállalkozások is szívesen telepednek le. Az iparűzési adóbevételek több százmillió forinttal növelik Boglár költségvetését. Szexuális szolgáltatásért juttatott lakás, kenőpénzért kiutalt ingatlan. Ezek a hírek terjedtek az egyik pécsi politikusról. A sajtóban is megjelent információk miatt perelt az érintett önkormányzati képviselő. A bíróság két ügyben hozott határozatot. Egy hangfelvételt, amit ott a Lánc utcai önkormányzati társasházban egyik ott élő ember mondott veled kapcsolatban.
Azt mondja, hogy... A fogarasi Gábor átöbb lefeküdt itt egy hölgyel, és másfél szobás lakást kapott. Na, hát a képviselő úrtól. Így van. Jó, ezt most ezt mondják a Lánc utcában lakók. Jó, ezt ti se gondoljátok komolyan. Tehát nem igaz. Nem igaz. Hát persze, hogy nem igaz. A mi hazánkos Torockai László kérdezte egykori harcostársát, a Pécsi Népjóléti és Sportbizottság elnökét, a Jobbik önkormányzati képviselőjét, Fogarasi Gábort ezen a felvételen még 2020-ban. A videó egy cikkben jelent meg, ahol szövegesen is közlik a tartalmát. A képviselő perelt a megjelent média tartalmak miatt, mert állítása szerint nem igaz, hogy szexért, illetve pénzért önkormányzati lakásokhoz juttatott volna bárkit. Fogarasi Gábor azt mondta stábunknak, hogy a bíróságon nem tudták bizonyítani a rágalmakat. Az elmúlt nagyon rövid időben kétszer is a bírósághoz kellett fordulnom, mégpedig azért, mert két Fidesz közeli hírportál olyan hazugságokat írtak rólam, ami után egyértelműen ugye jogi úton kívántam elégtételt venni. Az egyik állítás az volt, hogy én szexért cserébe juttattam valakit önkormányzati lakáshoz, a másik esetben pedig az, hogy kenőpénzért tettem ugyanazt. Ezek nyilvánvaló, aljas alávaló hazugságok, ezért jogi útra tereltem az ügyeket. Természetesen a bíróság is kimondta, hogy ezek hazugságok, mindegyik ítélet jogerős, és egy nagyon komoly sérelemdíjat kell megfizetnie a portáloknak számomra. Én pedig a jövőben is, vagy eddig is minden egyes alkalommal jogi úton fogok elégtételt venni, hogyha rólam vagy velem kapcsolatban bárki hazugságot állít, vagy ír le. A bírósági döntés szerint 1,5 millió forintot fizet neki a sajtóorgánum. A képviselőt kérdeztük arról is, hogy milyen nyomozás folyik jelenleg a pécsi önkormányzati lakásokkal kapcsolatban, de azt válaszolta, nem tud erről semmit. Most azért fordult a tévéhez, hogy jelezze mindenkinek, beperli azokat, akik hazugságokat állítanak róla. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Tanúkat hallgatta ki Szekszárdon. 3 halálos áldozattal járt a tragikus baleset. Székely unokák bálja Bátaszéken. Idén 10 éves a rendezvény. Hagyomány. Kortárs művészek festményeit tekintetik meg az érdeklődők Szekszárdon. Évértékelő. A tavalyi esztendőt összegezte a Dombóvári Vasutas és Atlétikai Szabadidő Egyesület. Szerdán még nyugodt, eseménytelen időjárás valószínű. A légmozgás gyenge marad. Nyugat felől vastagodó fátyolfelhőzet húzódik fölénk, így szűrt napsütéses, valamint tartósan ködös, ködfelhős területek váltakoznak. Mérséklődik az éjszakai lehűlés. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!